тогда мне приходится отвечать, где же, на какой территории находится ваш театр, я привожу пример. Представьте себе, что вы находитесь в небольшом дощатом сарае. Сарай этот стоит в каком-то парке или саду, где очень сильный свет. Сквозь доски проникают лучи солнца. Эти лучи солнца попадают в щели и организуют маленькую полоску света. В этой полосе света живут пылинки, и вы явно ощущаете материю самой этой полосы, световой плоскости. Вот на этой плоскости находится театр, которым я занимаюсь. Не ниже, не выше, а только на этой плоскости. Egy világhírű rendező, aki egy darabot kiválasztott, és akkor elkezdünk dolgozni, ahogy ez normális egyébként. Én is mondtam, hogy hívja meg, akkor jövök. Ő is mondta, hogy jöjjön, mert hívom. Szóval úgy összetartozunk. Ну, конечно, ну, 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 я приехал же для нее. Persze, hát azért, tehát miatta jöttem ide. Я же не приехал, я не знаю, на Балатон. Tehát nem a Balatonra jöttem pihenni. Я приехал в Капошвар конкретно, не на Балатон. Конкретно в Капошвар jöttem ide, nem a Balatonra. Hát és kiderült, hogy egyáltalán nem ez a lényeg, hogy most itt van egy híres rendező, aki rendezni fog egy darabot, hanem hogy ennek a rendezőnek a nyelve, gondolkodása, világa össze tud-e találkozni egy más világgal. Tehát ez olyan, mint amikor az egér megérkezik a Marsra, hogy az egér csodálkozik a marslakókon, a marslakók meg csodálkoznak az egeren. Vasziljevnek nincs család, nincs éjség, nincs cigaretta, nincs pisi, semmi nincs, neki csak munka van. Neki ez lett minden. Tehát aki ennyire mikroszkópikus részletességgel tud felépíteni egy művet, annak azt gondolom, hogy nincs is más. Tehát neki ez minden. Vasziljev, hogy én egyszerűen fejezzem ki magam, színházi rendező. És ilyen nagyon kevés van a világban. Az egész világban ilyen hasonló 5-10. Na, én kifogtam egyet közülük, és ez jó dolog. Ez a Vasziljev.
Törőcsik Mari ugye más történet, mert ők már nem először vannak együtt, de még nekik is újra meg kellett találniuk egymást. Tehát eltelt 11 év ugye a legutóbbi közös munka óta, és Mari is megváltozott, Vasziljev is megváltozott, tehát újra ezeknek az univerzumoknak újra össze kellett valahogy találkozni. Én eljöttem hozzá annak idején a 70. születésnapjára. De akkor ő egy kihunyóban lévő nőnek tűnt, és engem ez nagyon elkeserített, amit láttam, egy kihunyóban lévő ember. De most nem ez volt, viszont amikor elkezdtünk dolgozni, ő a jobb kezével még egy papírlapot sem tudott megtartani, egy papírlapot sem. Elejtette. Az ember nem gondol bele, hogy azért részint valamint túlestem, hát ugye azért csak gépekkel lélegeztem, és nem is tudtam beszélni. És ugye most meg itt napi 6 órát minimum intenzíven beszélek, úgyhogy... Amikor elkezdte a munkát, akkor nem tudott 15 percnél tovább koncentrálni. És ez úgy zajlott, hogy 15 percet dolgoztunk, aztán 15-20 percet beszélgettünk. És amikor befejeztük, ő képes volt másfél órán keresztül fenntartani a koncentráció állapotát. És ez rendkívül sok. Ő úgyis, mint nő, és úgyis, mint színházi ember, egy hőstetet hajtott végre. Egy igazi hőstetet. És ő nem csak használni tudta az életet, amit visszakapott, de rálépett, és egy nagyot lépett is előre ezen az úton. El is indult. És ez egy olyan példa, egy nagy ember, egy nagy asszonynak a példája. Hogy mondjam, most szembesülök vele, hogy azért nem kis munkát vállaltam. Я думаю, что не было никакой болезни. Было участие Бога в ее жизни. Все. И надо этот вопрос закрыть. И сейчас она живет. Все, она живет, и все. И больше ничего. И будет жить ровно столько, сколько ей отведено в жизнь. Амени мегадатик неки. Дано. Föntről. Все, больше не надо на эту тему говорить. És ezt a témát amúgy félre kell tenni. Mondtam már neked? A korral együtt jár, azt mondják, kezd minden elrendeződni körülötte. Néha szép. Vannak ilyen esték. Ну вот это лучше. Ez sokkal jobb. Но это по-другому, Мари. Ez már másként hat. De! Figyelem, a színpadon Naphosszat a fákon próbát elkezdtük. A színpadi vasajtókat lezártam, a nézőtéret megközelíteni. Szigorúan tilos és fegyelmi veszélyes. Ezt a darabot megrendezni hihetetlen agy kell. Mert ugye nincs történet, hát és minden pillanatban másképpen reagálunk egymásra. És ezt pontosan belehelyezni a színészt ezekbe a helyzetekbe, ehhez nagyon nagy tudású rendező kell. A Vasziljev egy olyan iskolát hoz ide, vagy hozott ide, ami nagyon speciális. Tehát ez nyilván összefügg az ő orosz létével is, de azt gondolom, hogy amit megtudtam tőle, meg belőle, hogy ez még azon belül is egy speciális iskola. És azt gondolom, hogy ez itt biztos, hogy nincsen. Tehát ez nyomaiban sincsen. Bizonyos kis csíráit meg lehet találni magyar rendezőknél, de mindig csak egyet. Tehát ilyen komplexen, ahogyan ezt ő képviseli, és ahogyan adja át, ilyen komplexen sehol nem láttam.
ha egy bulvár darabot játszik az ember, amit keresztbe kassul látunk, hát értjük, akkor azt tudom mondani a kollégámnak, hogy te menj oda, és akkor majd én oda szaladok hozzád, mert látjuk a dolgot, és oda elég a nemünknek és a korunknak megfelelő varázs. De ha egy műről van szó, mondjuk Shakespeare, vagy Molière, vagy Dostoyevsky, akkor egy műalkotásból színpadra tesznek egy újabb műalkotást. Egy műalkotás csak egyetlen egy elme lát, és abba engem belehelyez. Mari, pasztusom. No, это прилично, конечно, это прилично. Ez mindenképpen nagy elfogadható. Но все-таки это ты читаешь так, как ты хочешь. De mégiscsak nagyon úgy olvassa, ahogy éppen kedve tart. Nem, csak itt ezekkel bajba vagyok innen. Тут просто есть какие-то проблемы. Да нет, у тебя проблема основная. Nem, azt gondolom, itt az alapvető проблема. У тебя нет маленьких проблем, у тебя одна проблема. Róla érdemes beszélni, hanem egy. Igen, 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 igen. Hát én is. Это проблема, ты читаешь так, как ты хочешь. Hogy úgy olvassa a szöveget, ahogy éppen kedve tartja. Nem, hanem ezt már többször elmondtam, hogy teljesen igaza van. Абсолютно правы. Nekem azért olyan nagyon nehéz, и мне очень сложно именно потому, mert túl sok itt a слишком много a mások helyett való beszéd, amit én értek, csak nekem nagyon nehéz. Текстов, которые, értem, hogy ez kell. Тексты других персонажей. Értem, no. Я понимаю это все. Просто, ну, это hát просто... Mit? Я не могу это... Я два месяца тебя слышу одно и то же. Ну, можно это перестать говорить. Két hónapja ugyanazt. Ну, вы не говори эти тексты. Ну, Мариш, ну, это... Ну, правда, ну, это уже каприз. Ты начинаешь капризничать. Это из моей тылок сессии. Ну, правда, ну, это... Ну, сколько я могу слушать? Одно и то же. Ну, позови к себе венгерского режиссера и тренируйся на нем. Ну, йо, hát azért álljunk meg, ha én nem úgy mondom, én azt mondom, én azt mondom, hogy mindent értek, csak látja, hogy ezt nehezebben csinálom. Hát én azt nem érdemlem, hogy én hívjak ide egy magyar rendezőt, amikor leborulva mindent megpróbálok. Ez nekem nehéz. De nem mondtam, hogy nincs igaza. Annyit mondtam, hogy nekem ez nehezebb. Hát azt hiszi, hogy másnak ez könnyű. Hát én nem ellene beszélek. Lófasz. Все время капризничаешь. Я не говорю, что ты читаешь плохо. Подожди, дальше. Так, как тебе нужно. Дальше. Что... Одну минуту. Ты не выполняешь одного правила. Ты не выполняешь правила диалога в монологе. Tehát a dialógus szabályait a monológban nem tartja be. У тебя все замечательно. Tehát minden nagyon jó. Ты понимаешь материал, я хороший тон. Érti az anyagot, és nagyon jó a hangvétele. Но ты не держишь диалог. De a dialógust még nem tartja meg a monológban. А при этом ты говоришь, что тебе это мешает посторонний текст. Ну не говори его. Hogyha annyira zavarja a mások szöveg, akkor nem kell feltétlenül mondani. De nem zavar. Нет, не мешает. Ну я, конечно, могу соблюдать. Elnézést. Простите. С полтора месяца я слышу, мне мешает чужой текст. Ёб твою мать! Зачем мне это говорить? Я не мальчик! В этой стране не мальчик! Не надо мне говорить это! Én határmenti városban éltem, és amikor gyerekkoromban így ugye zsiványkodtunk, hogy átmenni a határon. De hát a határ az nem egy vonal, csak a térképen. És hát ugye onnan tudta meg az ember, hogy átment a határon, hogy a csehszlovák határőt megállította. Tulajdonképpen ő is ezt csinálja.
Tehát azt, hogy hol a határ, onnan tudja meg, amikor túlmegy rajta. Például ma bejöttünk, és olyan, mondom, megint ott mászkál, elveszi a kedvem. De utána olyan csodálatosan helyezte térbe a dolgokat, akkor azt mondtam, hogy hát tudom én, hogy miért bocsájtok meg neki mindent. Я думаю, что венгерский народ ее как следует не знает. Я думаю, что а magyarok sem, mármint a magyar nép vagy a nemzet sem igazán ismeri őt. Я думаю, уверен просто, что как следует не знает, да. Не знает ее хорошо. Szerintem nem ismerik őt igazán. Потому что они это у них такое как национальное достояние. Mert úgy kezelik őt, mint egy ilyen nemzeti kincset. Типа матрёшки. Olyan, mint a matrioska baba. Да-да-да, я думаю, это не настоящее отношение к человеку. És ez nem valódi viszony az emberhez. Nem ez a valódi viszony. Hát a Maria szenzációs. Tényleg. És szerintem ez döbbenetes, hogy mit csinál. Amikor így megfogalmazódik bennem egy ilyen sóval, hogy jaj, kezd el elegem lenni így ettől a napi 48 órától, akkor így mindig így összetalálkozunk valahogy, hogy összefúj minket a teremtő abban a pillanatban, és akkor elszégyellem magam, és azt mondom, hogy áh, de hogy, hát szóval olyan energiával, még akkor is, amikor csiszek-csoszok, hogy ő most már nagyon fáradt, akkor is tényleg, és akkor azt mondja, hogy ő már nem bír napi 8 órát dolgozni, hát ezt valahogy megérteti ezzel a veliki orosz rendezővel, hogy ez nem működik, hát ő nem bír már 8-at, mondja ezt 6 óra után. Képes arra, hogy amikor azt érzi, hogy túl vagyunk minden határon, még mindig tud egyet lépni. És amikor azt meglépi, akkor abból olyan erőt tud meríteni, mint ahogy ennek valójában ez is a lényege valószínűleg. Hogy egy kicsit még jobban megtelik. Nem tudok erre jobb szót. Madamina! Il cavallo due questo, e le belle chiamo il padron mio, un cavallo due che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lavagna 231, in Francia, in Turchia, 91, mai di Spagna, mai di Spagna, son già 1003. Как может быть? Hogyan lehet? Как сказать? Hogy is mondjam? Hogyan is lehet azt összeegyeztetni, hogy az, hogy a magyar színház első nagy színésznője vagy. És ugyanakkor mégsem csak egy nagy színésznő vagyok, de egy olyan ember is, aki a katedráról szól. És ő ezt megengedhetné magának. Ő egy csodálatos muki, én ezt mondhatom, és akkor belekapaszkodik ebbe az űrzavaros világba. Nekem talán megvan a személyes jogom. Talán az én személyes szabadságom, vagy a személyes véleményem. Beleértve persze a személyes örömömet is, a személyes lelkesedésemet és a személyes dühömet is. Mindenre nekem azt hiszem megvan minden jogom. Talán persze nem kellene dühösnek lennem, de időnként kifejezetten szeretnék dühöngeni. Máskülönben hogyan tudnám kifejezni a viszonyulásomat mindahhoz, ami körülöttem történik? Igen. Az Európai Színház az már nem katedra. A színésznek nem lehet az a filozófiája, hogy ő csak egy pincér a kliens előtt. Az egész színház gyakorlatilag lakálymentalitású. Van persze, ami nem lakályszerű, de az meg, nem is tudom, hogy is mondjam,
Olyan, mint egy lázadás, olyan, mint egy regionális lázadás, és ez megint csak nem emelkedik olyan magasra, mint amilyenre kellene. Nyilván nem lehet megváltoztatni ezt a mentalitást, ezt a filozófiát, pedig annyira szeretném. Jó egy fiatal ember, egy fiatal színésznő, aki már ebben az új burzsoá magyar helyzetből érkezett, és aki abszolút függ mindentől. És sekélyes nevelést kapott. Annak megértem, persze nehéz érezni valamiféle igazi méltóságot, amikor a színpadon van. Mert hogy egy sok hatás éri. Na de egy olyan nagy színésznő, mint Törőcsik Mari, hogy miért? De hát nem csak ő. A közönség együtt az nagyon kegyetlen. Tehát ő, ha nem kapja meg, valamit nem kap, akkor ő, én attól féltem, hogy fölállnak és elmennek nagy részt. Ne tévedjünk, ugye én nem vagyok se popstár, se operadíva. Ez annak szól, hogy tudja a közönség, hogy én honnan érkeztem vissza. Persze értem én, hogy egy ilyen nagy színésznőnek, mint Törőcsik Mari, átélve ezt a betegséget, neki rettenetesen nehéz kimennie a színpadra. Olyan boldog vagyok, mikor bemegyek az úgynevezett bárba, és jönnek be a színészek, akik táncolnak. Olyan jó, hogy itt vagytok, ugye bármit mondhatok, mert senki nem hallja oda lent. És ezt olyan szívből mondom, mert most már úgy körülvesznek, és akkor én már egyáltalán nem félek. Sarokba, uram! Egy üveg! Jó fajta! Pesgővel! Napraim, hogy ez zlít! Engem dühít Törőcsik Mari, mint színésznő, aki nem marad az előadás végén fekve, és valamiért úgy gondolja, hogy önkényesen akkor állhat fel, amikor ő jónak látja. Ehhez nincs joga. Sem mint színésznőnek a rendezővel szemben, sem mint színésznőnek a darab értelmezése alapján. Erre nincs joga, de ő föláll. Na már most neki, Törőcsik Marinak, mint színésznőnek, nagyon jól kell tudnia, hogy ő csupán a rendező munkának egy része, és nem a teljessége. Nem bocsátanám meg mindenkinek, nehogy a szidje. Ehhez én is visszajöttem, ahonnan az Isten és az orvosok visszahoztak, meg a nővérek, és 74 éves vagyok. Nem mindenkinek van az megengedve, mint Anatolij Vasziljevnek. Neki meg van engedve. Azért, mert jelen pillanatban kultúra, kultúra nem abba az irányba halad, amely, vagy fejlődik, amelyikbe szeretném. Tehát ez nem egyszerűen... Ez nem egyszerűen a kultúrák egyfajta iránya, hanem az egész kultúra. Az egész kultúra tetőtől talpig kezdődik. Kultúru входит. Minden, ami ebbe a kultúrába beletartozik. Это нечто все-таки объективное. Она такая. Ez valami objektív dolog, a kultúra, igen. И это в общем, я не знаю, как к этому относиться. Для меня это история трагическая, потому что ничего нет хорошего в том, что мастера умирают. Ничего не обман, hogy a mesterek meghalnak. Это очень плохо. Ez nagyon rossz. Amit ő tud. Azt itt egyébként nagyon sok ember, sok rendező, már idősebb rendező is tudja, de nem adta tovább. És ő neki azt hiszem, hogy a munkában a legfontosabb egyébként, én legalábbis, mint a fiatal csapat része, én ezt tapasztaltam, hogy az, hogy ezt továbbadni. Most hogy ez a громко звучит, de lehet, hogy ez nagyon hangzatos, de... Понимаешь, ну как-то... Ну, наверное, это...
пошло звучит или громко звучит. Вай, тул, ну, патосу, я это делаю, потому что я это делаю. Я не знаю, как это объяснить. А так конкретно, ты скажешь, интересуют ли меня ученики? Ну, больше всего же предают ученики. Тогда вопрос надо поставить по-другому. Интересуют ли вас предатели? Másként kellene föltenni a kérdést, hogy érdekelnek-e az árulóim. Предатели очень интересны. Azt kell mondjam, hogy az árulóim nagyon érdekelnek. Поскольку жизнь это состоит из одних предательств, авантюры, вообще колонбол áll. Тогда, конечно. Akkor persze, szélhámosságból, persze. Csak ő, és ez döbbentett meg engem, ő benne, hogy egy ekkora volumenű tehetség és gondolkodó, mint ő, hogy zavarta meg a világ? És az, hogy olyan elvárásokat követeltek tőle, amit ő elviekben se akart megtenni, mármint Oroszországban, hogy legyen egy repertoár színháza. Tehát ő eljött, föladta azt a hátteret, ami olyan bázikusan ült benne. Vasziljev ушел из театра. Vasziljev elment a színházból. Vagyis olyan feltételeket teremtettek számára, hogy nem volt más választása, mint hogy elmenjen. Mert ő egy erős tartású, elvekre adó ember. Вот эту тему мы не будем касаться, да? Ezt a témát hagyjuk. Просто я факт назову и все. Csak a tényeket mondom el. Значит, в той ситуации, в которой, которая сложилась в 2006 году, ami 2006-ban alakult ki, с моим театром, az én színházamban, и со мной, és velem, и правительством Москвы, illetve a moszkvai városvezetés. И со мной, и коллегами, и illetve, моими коллегами. Illetve az én kollégáimat, illetően. Вот в этой ситуации я, abban a ситуацию, я должен был принять правильное решение. Egy helyes döntést kellett hoznom. Vasziljev olyan kivételezettséget élvezett, mert ezt tudom, mert ugye én is ott voltam, hogy neki nem volt bemutatási kötelezettsége. Akkor mutatott be nyílt próba címén, vagy előadás címén, amikor akart. És én akkor emlékszem, megkérdeztem ott valakit, hogy a moszkvai polgármester miért szereti, ennyire művész értő, hogy ennyire szereti a Vasziljevet? Azt mondja, soha nem találkoztak még, soha. Na akkor hogy van? Állítólag megkérdezte, hogy kik a világhírű művészek, és azoknak ilyen kivételezett helyzetet biztosított. De ezt úgy látszik, hogy a szakma nem nagyon bírta elviselni. Поскольку мы с Василием создавали это и придумали вот этот театр, mivel Vasziljevvel együtt találtuk ki és hoztuk létre ezt a színházat. Пока еще жив. Itt maradtam. Сохранить. Hogy amíg élek, őrizzem ezt az épületet. Vasziljev csinált néhány darabot, melyek Moszkvában egy egész színházi forradalmat indítottak el. Nem volt nyugtunk sem a nézőktől, sem a hírességektől. Igazán csodálatos darabok voltak. Ez a színház, ami közös ötletünk volt. És úgy terveztük meg, mint egy misztérium színházat. Különféle értelmezése van, több oldalról. Szóval ez egy misztérium színház volt. Ilyennek terveztük. És Vasziljev ezt minden szempontból ki is használta, amíg itt dolgozott.
Olyasmit építettem, amit senki se tud használni. Vagyis a tanítványaim használják, de nem tudnak bánni vele. Ez egy olyan hely, Moszkva belvárosában. Egy olyan tér, ami mindenkinek tetszik. Sokan akarnak itt bemutatókat tartani. Hol a Mercedes, hol a Vogue. Manökenek fangálnak ide-oda. Hol egyéb ilyen-olyan dolgok. Ez egy zsíros falat. És a mai orosz törvények mellett egy gazdag burzsúj simán meg tudja venni az egész épületet, és elküldhet minket a fenébe. Innen Vasziljev már elment, és nekem az a feladatom, hogy amíg van erőm, megőrizzem ezt a színházat. Egy olyan állapotban, ahogy Vasziljevvel kitaláltuk. Nem lehet sokáig. Nincsenek éveim, hogy ezt megtegyem. Már a 8. évtizedemet taposom, kedvesem. Lehet, hogy 3 nap múlva, lehet, hogy 2 év múlva dobom fel a talpam. Miről beszélünk? В театре меня очень сильно, ну, как сказать, поразили все уроки Васильева. Васильев урай, megdöbbentőek voltak itt a színházban. Rendkívül érdekesnek tűnt számomra, amivel ő foglalkozik. De ez ma már utópia, mert annyira utopisztikus, ellenkezni látszó a mai világgal, hogy utopistának kell lenni ahhoz, hogy hinni tudja abban, hogy ez valakinek még kellett. Én mikor nálam Moszkvában dolgoztam, és azt mondta, hogy félek, hogy a közönség is meg fog változni, és ami eddig se cároknak, senkinek nem sikerült, mert ugye hát azért a Dosztojevszkijt is számüzetésbe küldték Szibériába, tehát azért az ország tudta, hogy ki ő. Nem csak a szakma, egy ország tudta, meg egy ország úgy kezeli Puskint, mintha minden lakásba ki van téve a képe, meg ha ő görögül Platont mondatott a színészeivel, fölálltak a közönségből, és folytatták, de volt, aki görögül folytatta. Hát szóval egy ilyen közönség, és azt mondta, hogy ezt lehet, hogy a Coca-Cola föl fogja zabálni, szóval úgy értette, hogy a pénzdiktátum a Oroszországba is fölzabálja. És akkor én mondtam, hogy akkor mi lesz magával Anatoli? Azt gondolom, hogy elmegyek falura kapálni, és 3 embernek fogok hiányozni. Hát ő neki ez a nagy meccse, hogy ő alkotó ember. Мы одинаково стремимся. Egyformán törekszünk a burzsoá kultúra felé. Egyforma gyorsasággal, egyforma erővel, és talán különböző tehetséggel, de e felé a kultúra felé haladunk. Úgy, mint valami világító torony felé. Az egész európai világ egy és ugyanazon cél felé halad. A kormányoknak csak is erre van szüksége. A kormányzatoknak utánzatokra, szimulációra van szüksége. Nekik a szimulatív kultúra kell. Utánzatokra van szükségük, mert nincs az a kormányzat, amelyiknek valódi dolgok kellenek. Mert csak az utánzat az, ami megnyugtat. Az imitáció hozza létre az egyensúlyt. Kormányzatoknak, a burzsoá kormányzatoknak egyensúlyra van szükségük. Nekik egyensúlyban lévő erőteljes burzsoá középosztály kell. Mindig is a burzsoá kultúrát fogják támogatni, mindig azt fogják megfizetni. A valódi művész nem kívánatos lesz minden ideológia, minden rendszer számára. Ez tényleg így van. Nem csak a művész, hanem bármilyen egyén, függetlenül a tulajdonságaitól, bármilyen egyéniség, aki tudja magáról, hogy egyedülálló ezen a világon, aki egy érték útján halad, akár szellemi, akár kulturális érték útján.
aki nem köti magát valami közöshöz, hanem attól elhatárolja magát, az mindig, mindig nem kívánatos lesz. Да, я посчитал, что изгнание – это самое будет лучшее решение, изгнание. Számomra a számüzetés a legjobb döntés. Я нахожусь в изгнании. Tehát én most tulajdonképpen számüzetésben vagyok. И возвращаться не собираюсь. És nem is akarok visszatérni. Добровольно. Добровольно, да, это добровольно. Никто меня не изгонял. Senki nem kergetett. Это добровольно. Igen, ez egy önkéntes számüzetés. Azt hiszem, én nyugodtan elmondhatom, mert annyira szeretem őt. Ma ingerlékenyebb, mint régen. Én sokszor, amikor itt az őt körülvevő közeg úgy meglepődik, mikor ő valakire rámordul, vagy idegesen föláll és kimegy, vagy be... Ezt ő régen nem csinálta. Ez az élete ezen a pontján tart most, hogy ő ezt megengedi magának. Mert úgy látszik, nem tudja nem megengedni. Mert az aktuális, mostani színház nap mint nap a saját tárgya nélkül, a művészet tárgya nélkül létezik. De időről időre feltűnnek olyan korszakok és olyan színházi emberek, akik visszaadják a színháznak önnön rendeltetését, a sajátosságát is. Meghatározzák annak tárgyát. Ez nagyon fontos. De most ez egy morális megítélés, hogy a színház lerombolt állapotban van. Nem, a színház remek állapotban van. Remek állapotban van, mert szét van rombolva. És éppen ez, a gyönyörű pusztulás képzete felel meg az aktuális drámai színpad mindennapos helyzetének. Nekem egyszer azt mondta, hogy az orosz színháznak is óriási baja lesz, hogy a teoretikusai kihullnak. És én meg bolond a teoretikus szót valahogy olyan politikai értelme, nem mondom, miről beszél? Megértettem. Hát ugye a Stanislavski, a Nyemirovics Dancsenko, a Meyerhold, a Vachtangov, ezek megfogalmazták a színházról való gondolataikat. Ezek óriási, a Brecht, aki most nem csak a darabjairól beszélek, ugye nem én mondom, a Peter Bruck mondta, hogy Brecht óta másképp kell játszani, nem csak Shakespeare, mindent. Ezek megfogalmazták azt, hogy mi számukra a színház, a színészet. Hát ilyen kevés van, és Oroszországban sincs most már. Не снимайте обо мне фильм. Я считаю, что это затея. Я тебе тогда сказал. Не надо обо мне ничего снимать. Меня надо забыть. Понимаете, таких людей, как я, надо забыть. Понимаете, нас надо забыть. Нас надо уничтожать. Вот я что считаю, если бы я был директором, я бы таких людей, как я, театру не допускал бы. Engedném a színházba. Все, это я так думаю. Абсолютно. Вот пускай я буду говорить. Плохо, неправильно. Но в отношении своего таких, как я, людей нельзя пускать в зал. Színházi térben engedni. Nem здесь делать больше нечего. Már nincs mit csinálni itt, mert mi csak zavarjuk az életet. Работать. A munkát, создавать культуру. A культура, ту, которая необходима. Azt a kultúrát, ami mindenki, мы amire mindenkinek szüksége van. Вредители. Mi tulajdonképpen kártevők vagyunk. Террористы. Terroristák vagyunk. Нас нет, не мы не должны быть. Nekünk már nem szabadna léteznünk. Hát nézze, így vagy úgy, aki nagyon nagy minőség, az az egész világon szerintem bajban van.
Ez az előadás alapvetően két ember hős tette. Törőcsik Mari és az enyém. Mi személy szerint mind a ketten úgy mentünk bele ebbe az előadásba, hogy azt hiszem egymáshoz nagyon közel álltunk. Mari átélte a fizikai halált, és visszatért az életbe. És amikor visszatért az életbe, jóval korábbi, sok-sok évvel ezelőtti életébe tért vissza, mint az a nap, és az óra, amikor kómába esett. De én pedig, amikor személy szerint a fennálló színházi rendszerrel szembeni tiltakozásom jeléül önkéntes száműzetésbe hajszoltam magamat. Napról napra átéltem a szellemi-lelki halált, és nap mint nap szellemileg, lelkileg fel kellett támadnom, újjá kellett születnem. Mi így találkoztunk, amikor is Mari számára én egyszerre voltam, orvos, pedagógus, barát, rendező. És ő velem együtt bejárt minden fázist. Egészen a félholt állapottól az abszolút életerőig. Az út az érdekes, mindig a próba folyamat az a legizgalmasabb dolog a világon. Na most csak ugye az a baj, hogy ehhez az úthoz hihetetlen energia kell. Nekem legalábbis, hát mindenki másképp van vele. És én mennél nehezebb utat kell járnom, annál felfokozottabb örömmel vagyok képes csinálni. Mert ugye azt bejelenteni, hogy megérkezett a patyolatból a ruha, ezt akkor is tudja az ember, ha innen most olvasok egy regényt és bemegyek. De ahhoz, hogy vért jágó vért, ahhoz nagy öröm kell belül, nagy fölfokozott idegrendszer. Tehát, hogy ez az út, ez hogyan? Hogy hogyan formálódik, hogyan alakul ez a mindenki számára ismeretlen út, hogyan lüktet, hogyan lélegzik, ezt sosem tudhatod. De reálisan soha nem tudhatod, hogy végül is a próba hova tart, vagy hova jut el. Hát végül is minden vallás beszél
a változásról és az útról, tehát a kereszténységnek is egyik mondjuk alapvető gondolata az út. Tehát nem a végcél a lényeg, hanem az út, ahogyan eljutsz eddig a végcélig. Aztán lehet, hogy el se jutsz a végcélig. Pontosabban inkább azt mondanám, ha el is buksz menet közben, de megtettél mindent azért, hogy eljussál a végcélig, maga az út volt a cél.